Sziasztok, Gulyás András vagyok, és itt a legújabb, legfrissebb Asian írásokkal érkeztem. Ahogy megszokhattátok ezt a közös projektet, csapjunk is bele, és azon gondolkodtam, mert talán a végére választ is kapunk. Miért is találja ki Asian, amire én gondolok, vagy pedig ugyanarra gondolunk az esetek többségében? Csapjunk bele, ne húzzuk az időt. Egy erős nő pontosan tudja, hogy az odaadást és a figyelmet nem lehet kikönyörögni mástól. Ha nincs meg, ha nem jön természetesen, akkor búcsút kell mondani. Ő már megtanulta, hogy a megfelelő ember mindig velünk marad. Még akkor is, ha épp elmegy. De ha úgy lesz jó, majd visszatér. Talán nem ugyanebben a szerepben, de az életünk része marad. Tudja azt is, hogy minden végnek értelme és oka van. És bármennyire közhely is, mindig egy új kezdet. Nem fél újra kezdeni, akkor sem, ha már milliószor megtette. Talán fáradt és unja már az egészet. De újra talpra fog állni, mert tudja, hogy minden döntésnek következménye van. Az övének is. Meggyászolja és megszenvedi az élete nehéz periódusait. De tanulságokkal felvértezve fog tovább lépni. Gyönyörű! Nagyon-nagyon igaz. Nézzük tovább. Kis posztok is nagyon érdekesek és jók. Milyen furcsák is vagyunk mi emberek. Holnap kiderülne, hogy halálos beteg vagy, nem vesztegetnéd az idődet fölösleges dolgokra. Nem érdekelne, hogy mi számít jónak, vagy mi számít rossznak. Azt tennéd, amit a szíved diktál, és a fentmaradó idődet úgy eltölteni, hogy tényleg boldog legyél. Mint egy kisgyerek, amikor egy új játékot kap. Nem számítana se pénz, se munka, semmi, ami a többi embernek fontos. Csak azt tennéd, ami igazán boldoggá tesz. Hiszen nem sokára úgyis vége. Egyetlen egy dolgot felejtenek el az emberek. Ez mindenkire igaz. Mindenki halálos beteg. Visszafordíthatatlanul. Egyszer mindenkinek véget ér az utazása. Holnap vagy 10 év múlva nem számít. Ezért élj, cselekedj úgy, mintha holnap után nem lenne holnap után. Ne fertőzzenek nyomasztó gondolatok. Ne tegyél olyat, ami egyáltalán nem válik hasznodra, vagy nincs ínyedre. Csak is olyat tegyél, amiben örömödet leled. Olyan emberekkel vedd körbe magad, akikben örömödet leled. Ne foglalkozz semmivel, csak a szíveddel. Bármit is mond az ész, a szíved az egyetlen őszinte dolog az életedben. Neki higgy, és kövesd. Ameddig véget nem ér a csodás utazásod, és akkor nem számít, hogy melyik nap lesz az utolsó. Így van. Vers. Versek! Az életem lemeze fordul, és ha valaki visszatenné a tűt, valamit újra játszanék. Van, amit meg se hallanék. Megbocsátanék, vagy másképp mondanék. Ilyen kis rövid, nagyon jó. Én már mindennek hátat fordítottam, ami nem érdemes a figyelmemre. És látod? Mi megmaradt, mégis épp elég, hogy jól érezzem magam. Ilyen egyszerű. Ha előre tudtam volna, hogy biztos nem marad sokáig az életemben, hogy csak egy szösszenet leszel benne, aki csak a cipőjének a nyomát hagyja itt nekem, és tapossa meg a szívemet, akkor is újra és újra belemennék. Hogy miért? Mert vannak az életben a soha vissza nem térő alkalmak, amit
tilos kihagyni. Te pont ilyen voltál. Édes, cuppanós és veszettül veszélyes. Ahhoz, hogy egy szerelem igazi legyen, nem kell, hogy egy életre szóljon. Nem az határozza meg egy szerelem minőségét, hogy mennyi ideig tart. Minden elmúlik, még a szerelem is. Van, hogy valakinek a halálával, van, hogy csak úgy, magától. Nem muszáj, hogy a legszebb szerelmi történet két olyan emberről szóljon, aki egész életében együtt volt. Szólhat ez olyan szerelemről, amely két hétig, két hónapig, vagy két évig tartott, mégis fényesebben és hevesebben lángolt, mint bármelyik más szerelem előtte vagy utána. Soha ne sírass elbukott szerelmet, hiszen olyan nincs is. Az agy számára minden szerelem egyforma. Amiket nem tudok megnyitni, azokat igyekszem bepótolni. Aladunk tovább. Ez nagyon megakadt ezen a szemem. Félsz, hogy szerelembe esel? Attól félek, hogy csak én leszek szerelmes. És megnézzük, hogy a szerelem két ember között azt a szikrát, kémiát, köteléket nem lehet megerőszakolni. Két ember között van, az természetes. És mind a ketten akarják, őszintén, akkor az működni fog. De ez múlik a kémián, ez egyértelmű. Igen. Sokan azt gondolják, hogy az intimitás a szexről szól. Az intimitás valójában az igaz, teljes, lecsupaszított valód a sebezhetőséged megmutatásáról szól. Intimitás nélkül nincs meghitt szeretet kapcsolat. Sokkal több, mint fizikai aktus. Azt jelenti, hogy átengedem a társamat a bizalmatlanságom védő rétegein, egészen közel engedem, hogy megismerje, megtanulja a sebezhető énemet. Léteznek szexuálisan igazán intenzív, szenvedélyes kapcsolódások. Mégis hiányozhat belőlük a lelki közelség, az ősbizalom. Vannak, akik képesek akár egy életet is leélni egymással, vagy inkább egymás mellett, érzelmi igénytelenségben, anélkül, hogy valóban lélekben mesztelenre vetkőzve, falaikat lebontva, lelkileg kapcsolódnának, igazi valójukat megmutatva egymásnak. Ezzel nagyon sokkal tisztában kellene, hogy legyenek, hogy a kapcsolat hogyan kellene működjön. A versemet akarom. Hamarosan az is. És van az a pillanat, amikor minden, amit addig álomnak hittél, egyszer csak megvalósul. Amire azt hitted lehetetlen, egyszer csak valóra válik, és már a tiéd. Amiről mindig csak álmodtál, amiről csak képzelődni mertél, mert azt hitted, hogy soha nem lehet valóság, mert egy szép álom volt, ami annyira távolinak tűnt, az hirtelen ott van, veled van, mindennapjaid részévé válva, kézzel foghatóan, egyszerűen és könnyedén. És már nem is érted. Miért nem hitted? Miért nem élted eddig? Hiszen annyira könnyű az egész. Már nem is érted. Hogy nem vetted észre eddig ezt az utat, ezt a lehetőséget, ezt a csodát? És rájössz. Mert már látod. Lehetetlen nem létezik. Egyszerűen nincs. Csak a te képzeleted,
A hited gyengessége szabott határt eddig. Már látod, mennyire kicsiben gondolkodtál eddig, holott a vártnál is nagyobb csoda várt rád. Éppen az nyílik meg, ami a leginkább lehetetlennek tűnt. Éppen az álmaid, a vágyaid, a fantáziád csapongása mutatta az utat, a hozzád tartozót, ami most itt van és olyan teljességet ad, amiről álmodni sem mertél. Talán még annál is szebb, mint álmaidban. És ez a valóság minden érthetővé válik, minden kérdés választ kap, minden értelmet nyer. És már nem csak egy pillanat. Egyszerűen csak van. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Megvan a vers. A címadó vers. A videónak ez lesz a címe. Fény és árnyék. Ki árnyékot vet, fényt hagyott. S hiába díjak, trófeák és számok. Kinek szava számítana elhagyott? Ki árnyék ott, máshol fényt vet, arat, amíg más a szívébe gázolt. Itt nyitott ablak, és ajtó maradt. Ki árnyékot vet, fénye hagyott, elkobozta mástól a Vénusz csillagot. Megkopott szemén magának hazudott. Ki árnyékot vet, s fényt hagyott, mosolyával emberi szíven átadott. Örök lábnyoma, így hagy ott nyomot. Nagyon szép. Szeretjük a verseket. Annyira mély érzéseket adnak át. És nem a szavak, ami érzés belénk csak, mint a villám. Ez a lényeg. Tudod, én csak dolgokat mondok, de a szerelemben ugyanolyan hülye vagyok, mint bárki más. Ez mekkora őszinte. Gyakran kérdezik, hogy tudok egész nap ennyi hülyeséget posztolni. Hát korán kelek. Dettó. Nagyon korán kelőek vagyunk. Nem rossz. Kár elvesztegetni sok percet, órát. Hallással. Ez annyi szép dolog van az életben. Meg kell élni őket, és az alvás, az álom elrabolja. Ezért kell az álmokat megvalósítani. Hogy ne legyenek elrabolt álmaink, hanem megélt, csodaszép valóságainkkal legyen tele a kincses ládánk. Amit gyűjtünk, gyűjtünk életünkön keresztül. Meg annyi viharon, átküzdve magunkat, megharcolva harcainkat, szívünkkel, lelkünkkel, eszünkkel. Bizony, bizony, ezt mi tudja a bölcs, és megéli azt. Hú, ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép írás összefoglaló volt. Nagyon élveztük. Én egészen biztosan, egészen, úgy szintén. Szeretjük. Teljesen lenyűgöz. Nem lehet hozzátenni, sem elvenni. Ez önmaga. És ez a legszebb. Amikor megmutatja a virág is önmagát. Teljes, kinyílt pompájában. Vagy éppen most nyiladozik. Nagyon köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Igyekszünk folyamatosan új írásokkal, érzésekkel, gondolatokkal jövünk.
és élvezzük, ahogyan elbúcsúzunk a nyártól. Úgy búcsúzunk a mától, gyönyörű szép sorokkal és gondolatokkal, írásokkal, itt, Ejsannal. Köszönjük. Sziasztok. Jók legyetek.